Az utazás a vibrafon körül azt jelenti, hogy a koncert során a zenész kicsit megmutatja a hangszer komoly zenei, a jazz, a kortárs vagy a lírai vonalát. Zeneszerzőként, alkotóként is jelen van Zsoldos Béla, aki a hangszer kiváló művelője, művésze. Szerzőként nagyon sok dalt írt vibraforra vagy vonós négyesre, jazz trióra vagy különböző együttesekbe tette bele a vibrafont. Mi mindig az alappontban, a középpontban a jazz van. Ebben hiába van benne vonós négyes, ők se szép harmóniákat játszanak, hanem azokat a modern kortárs zenei elemeket használom. Ám bár tele van érzelemmel, nálam csúnya kortárs zene nincs, csak olyan, amit a közönség szeret. Ez fontos. Úgyhogy ezt igyekeztem mindig is figyelembe venni, de nem is kellett, én mikor leülök komponálni, én ilyeneket írok. A vibrafon művész saját szerzeményeit is előadta olyan zenészek társaságában is, mint Nagy János, Fábri Frey György és a Freestyle String Quartet. Felcsendültek részletek Nagy János Egervízvíz című darabjából is. Itt a vonós négyes érdekes még, ugye a Freestyle Quartet, van egy nagy zenekarunk, a Freestyle Chamber Orchestra, az egy 14 fős nagy zenekar, jazz trióval, kamara zenekar, vonósokkal és fafúvósokkal, és ebből az együttesből alakult ez a mostani vonós négyes, és hát ugye így már elég sokat játszottunk együtt, tehát hogy évek óta, még ha nem is így vonós négyesre, de ugye nagyobb zenekarral, tehát ebből az együttesből jöttek a többiek. És hát ugye amit ma játszani fogunk, az Zsoldos Béla darabjain kívül, ugye az Egervíz Suite az egy ilyen nagy zenekari mű, aminek Szigligeten volt a bemutatója tavaly ősszel, 2023 őszén, ezt a Márta István felkérésére írtam, egy ilyen nagyobb zenekarra, tehát ez a Freestyle Chamber Orchestra mutatta be, és ebből mutatunk be egy pár tételt, ezeknek az átiratait így vonós négyesre és trióra. A vibrafon a jazz egyik meghatározó alaphangszere, a szimfonikus ütőhangszerek családján belül pedig fontos dallamjátszó hangszer. A mű utazás a vibrafon körül, melynek során különböző műfajok, hangulatok váltják egymást, lírai dallamok és virtuóz témák szólalnak meg. A püspökvári zenésesték vibrafónia koncertjét a Pécsi Bazilika nyugati oldala előtti téren tartották meg a Filharmónia Magyarország szervezésében.